Melinda, először vagy itt a magyarországi könyvhéten. Kolozsvárhoz képest milyen itt a hangulat? Kolozsvárhoz képest mindenképpen egy pezsgőbb hangulatú könyvhéten lehetett részt, aminek meglehetősen örülök. A kolozsvári könyvhéttel kapcsolatban az a probléma, hogy sajnos nagyon sok ember, aki oda menne az egyik pár évet, bemutatni, inkább ezt a programpontot választja. Mi az, ami legjobban tetszik neked itt a budapesti 83. ünnepi könyvhéten? A programoknak a sokszínűsége, hogy az ember szinte nem is tud válogatni, nem tudja eldönteni, hogy melyikbe kapcsolódjon bele. Tematikailag, stílusban nagyon sok kiadványot tudunk találkozni. Inga, hány éves vagy? 17 lettem. Merre tanulsz most? Én most éppen Torontóban tanulok, gimnáziumba járok. A torontói gimnáziumban hogyan jutott eszed, hogy regény? Igazság szerint azt én Magyarországon írtam, mielőtt kiköltöztem. Hát tulajdonképpen már több éve, már vagy 4 éve érik bennem ez a történet. 16 éves torontói kamaszlányról szól, akinek énekesnői ambíciói vannak, és ezt úgy próbálja megvalósítani, hogy egy tévés énekversenybe benevez. Mennyire voltak rá hatással a tehetségkutató műsorok, például a Megasztár vagy a Csillagszületek? Hatással voltak rá, én szoktam ezeket nézni, de úgy gondolom, hogy a könyv nem csak arról szól, de egy fontos szerepet játszik benne a verseny mindenképpen. Ki keresett meg téged, vagy te találtál rá? Én, hát tulajdonképpen nagymamám már kapcsolatban állt velük, mert ő is adatott könyvet, és elolvasták először az angol változatot, és megtetszett nekik, de azt mondták, hogy kiadják, de csak akkor, hogyha fél év múlva lefordítom, kész lesz a magyar fordítás, és akkor ezen dolgoztam. Az a könyv most, de utána? Igen, igen. És akkor még nem kaptál semmi ezt? Nem, csak annyit, hogy elkezdték olvasni, elvileg nem tudták letenni. Ezt hallom, lehet, hogy csak elfogultak, de nem tudom. Énekelsz is mellette? Igen, egyébként igen, úgyhogy ez egy közös elemünk fizikúval, csak ő szerintem jobban énekel, mint én. Kimondhatjuk, hogy ön életrajzi a regény? Nem, nem mondhatjuk ki, nem teljesen. A 80-as években nagy kultusza volt Németh Lászlónak. Mit gondol, miért változott ez meg? Hát az egyik fontos oka az, hogy a könyveket is általában kevésbé olvassák, legalábbis a szépirodalmat, és az internet átvette a könyvek szerepét nagy mértékben. A másik az egész beállítottsága a magyar fiatalságnak más, mint 70-es-80-as években. Van-e olyan kötet, amelyre fölfigyeltél, és így azt mondtad, hogy ha lenne pénzed, akkor megvennéd, de mivel sajtós vagy, ezért ingyen behúzod? Mi az, ami így nagyon megtetszett, és meg fogod szerezni? Ami felkeltette a figyelmemet, és korábban is utána olvastam, az Zalán Tibornak a Fáradt Pálinciák című kötete. Mert sok mindent megismerni, és ajánlanak mások is. Megbeszélheted a olvasottakat másokkal, közösségépítő jelleget van, és rájössz, hogy egész sokan szeretnek olvasni ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy nem. It is great, wow! Mr. Newton, what do you want? Around. Dr. Isaac, we thank so much.
Az idei könyvhétnek eléggé tendenciózus problémája az a politikai közéleti költészet. Te hogyan vélekedsz erről? Létezik ilyen, hogy politikai közéleti költészet? Szerintem a költők egy része ír olyan verseket is, amelyek a kortárs magyar politikai vagy honi politikai viszonyokkal foglalkoznak. Hát ez egy lehetséges költői szerepvállalás, mint a korábbi korokban is az volt. Ezt tudom erre mondani. Hogyan vélekedsz a Vas Albert nyírő problémáról, úgy mint irodalmár? Mennyire látod relevánsnak, hogy magyar diákoknak tanítsák az ők műveit? Hát szerintem nagyon sok mindent lehet tanítani, és nagyon sok mindent érdemes elolvasni. Szerintem vannak olyan művek Vas Albertől, vagy akár nyírótól is, amelyeket érdemes elolvasni és érdemes tanítani. De ezzel nem akarok különösen állást foglalni ebben a nagyon bonyolult vitában, mert ezt nem lehet két szóval, két mondattal összefoglalni. Gondolom, hogy egy politikusnak nem lehet könnyű irodalommal foglalkozni. Nagyon régen nem olvastam tőled verseket. A politikusi nyelvezet az ottani parlamentben használatos nyelv befolyásolja a költői nyelvnek a kibontakozását? Hát a kibontakozását. Amellett az életmód mellett, amit most folytatok, nem lehet egyszer verset írni. Másfél év alatt írtam egy verset, ami számottevő, mármint a versió, mint inkább úgy mondom, hogy magam szempontjából, munkássága szempontjából jónak érzem, vagy fontosnak érzem, de nem tudok írni, tehát nem tudok rendszeresen verset írni. Kékkel térre. Mindenkit köszönöm.